Egy nagy ölelés és tiszteletem minden kedves nézőnek. Nem olyan rég egy felmérést néztünk itt Angliában, azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak az emberek a pünkösdről. Sajnos mintegy 10%-a a megkérdezetteknek adott helyes választ a pünkösddel kapcsolatban. Ezért úgy határoztunk, hogy egy szakembert, egy teológust, dr. Gallus Lászlót fogjuk megkérdezni a pünkösddel kapcsolatos kérdésekről. Mi is valójában a bibliai pünkösd? Tehát az első kérdésünk az lenne, hogy a Bibliában mit is jelent maga a vígasztaló? Ez a vígasztaló szó. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Jézus Urunk az, aki használja a vígasztaló szót, a Szentlélekre vonatkozóan elsősorban. Ugye mielőtt ő elhagyta ezt a földet, mielőtt keresztre feszítetett, feltámadott, az utolsó vacsora alkalmával tartott egy búcsú beszédet. És itt nevezi a Szentlélek vigasztalónak. Na, amikor vigasztalásról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy valaki el van csüggedve. Viszont én úgy gondolom, hogy talán nem a legjobb fordítása a vigasztaló szó a Szentlélek egyik fontos titulusának, amit Jézus használ, a táblára ráírom. Tehát a görög szövegben érdekes, hogy a parakletos szó áll, amit nem vigasztalónak fordítunk. Parakletos. Most ez a parakletos szó, ez két szóból jár. Áll. Igen. Van egy előjáró szó, a para, ez annyit jelent, hogy mellé, a kletos, ez pedig a kaleo igéből származik. Kaleo az azt jelenti, hogy hívni, én hívok tulajdonképpen. A kletos, parakletos, az, aki elhívatott, hogy mellém álljon, vagy elküldetett. Tehát ki a Szentlélek? A Szentlélek egy olyan valaki, akit Isten elküld, hogy mellénk álljon. Tehát nyilván ez a mellénk állás, ez vigasztalást is jelent, de sokkal többet. Lehet, hogy sokkal jobb fordítás volna, hogy ügyvéd, támogató, segítőtárs. Van itt még egy érdekes dolog, mert a görög szövegben azt olvassuk, hogy másik vigasztaló. Ugye? Nem csak, hogy Szentlélek a világ, másik vigasztaló. A görög szövegben ez az állos parakletos, ez a másik, de az állos az azt jelenti, másik, de ugyanaz a fajta. Másik, de ugyanaz a fajta. Van egy másik szó, ez a heteros, ez is másikat jelent, de más fajtát. Az állos pedig másik, de ugyanaz a fajta. Tehát Jézus és a Szentlélek és Isten ugyanaz a fajta. Tehát ő az, aki elküldi a másik vigasztalót. Tehát ki az első vigasztaló? Jézus. Ő ott volt a tanítványokkal, támogatta, bátorította őket. Új perspektívát nyitott előttük. Értelmet adott az életüknek. És most távozik a földről, ugye keresztefeszítés előtt, és azt mondta, semmi aggodalom, jön az állos parakletos, az, akit én elküldök, hogy mellettetek álljon, és ő állos ugyanolyan fajta, mint én. Hát ez a Szentléleknek a lényege, Szentlélek munkája, nagyon széles hívű, bátorít, vigasztal, megtérésre vezet, felokosít, bölcsességet ad. Ő egy isteni személy, aki tulajdonképpen mi barátunk. A második kérdésünk talán az lenne, szóval arról, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok. Na most ez az erő, mit jelent ez tulajdonképpen? Tehát ez a híres kijelentés, amit éppen idéztél, ez az apostolok cselekedetei könyvében található, az első rész 8. verse. Amikor az Úr Jézus Krisztus feltámadt, ugye pünkösd még nem történt, meg közvetlen pünkösd előtt. A tanítványok érdeklődtek, hogy eljött az az idő, amikor elérkezik Isten országa. Most fogod felállítani? Most leszünk miniszterelnökök? Igen. Tulajdonképpen. És Jézus azt mondja, ez nem a ti dolgotok. A ti dolgotok az, hogy imádkozzatok, várjatok, és vesztek erőt, minek utána Szentlélek eljön rátok, és vesztek tanúim. Ez az erő tulajdonképpen
a görög, mert már ismét a görögköz kell, hogy nyúljak, itt a dynamis, ez tulajdonképpen a hatalmat jelent. Pál apostol is azt mondja, hogy nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert hatalom erőről van szó, ugye a dynamis szó is innen származik. Ez az erő, ez egy célra adatott. Nem azért adatott, hogy mi élvezzük. Nekünk is ebből hatalmas áldásunk van, de azt mondja Jézus a Cselekedetek könyvében, hogy miután erőt veszünk, a Szentlélek egyvetele alkalmával tanúim lesztek. Ez a lényege. A Szentlélek azért adatik elsősorban, hogy Jézus Krisztussal tegyünk bizonyságot az embereknek. Rámutassunk Isten bárányára, aki az üdvösség egyetlen útja, és prédikálásunkat, bizonyságtételünket erő fogja kísérni, az emberek megtérnek, az emberek más emberekké lesznek, ki megnyílnak a lelki szemeik, és meglátják Isten országának az értékeit. Tulajdonképpen a harmadik kérdésünk pont ez lenne, hogy mit jelent a megtérés? Mert ugye ott láthatjuk azt, hogy a tanítványok maga Péter ugye azt mondja, hogy prédikál, és 3000-en megtérnek, megkeresztelkednek. Mit jelent ez a megtérés a Bibliában? Ez egy nagyon fontos koncepció, egy nagyon fontos gyakorlati fogalom, és ugye idézed a Cselekedetek másik fejezetét, van itt egy fontos dolog, amely megelőzte a megtérést. Azt mondja a Szentírás, hogy szíven találta őket az ige. Akkor szíven találja őket az ige, akkor valami megfordul bennük, valami összetörít bennük. Egy új életutat szeretnének követni, hát éppen a minap beszélgettünk, ugye, hogy milyen komoly háttere van ennek az irányváltásnak, ugyanis az eredeti nyelvben, ugye a héberben, mind a görögben ez jelen van. Kezdjük a héberrel. Héber ez a súv. Nem nehéz héberül olvasni, tulajdonképpen csak 22 betűjük van, és jobbról balra olvasnak. A súv, ez annyit jelent, hogy irányváltás. De tulajdonképpen úgy is lehetne fordítani, hogy visszafordulás. Tehát egy bizonyos életformát folytatok, hogy Pál apostol mondja, egy világi életet, a földhöz ragaszkodó életet, és akkor egy pillanatban valami történik vele. Ahogy az ige mondta, amit idéztél, hogy szíven talál valami. Hát ez a Szentlélek, akiről beszélgettünk, ez a változás, az az erő, amiről beszélgettünk. Az az isteni személy szíven talál, és akkor megállok, elgondolkodok, és irányt váltok az életemben. Azt mondom, hogy hát most már nem a test kívánságait követem, most már nem anyagilassan gondolkodom, hanem most már lelkien gondolkodom, most már Jézus Krisztus tanítvány szeretnék lenni. Követni szeretném Jézus Krisztust, tehát egy irányba megyek, megállok, valami eltalál, szíven talál, amit mondja a Biblia, megfordulok, és egy teljesen más irányt veszek föl, ez a súr. Na most érdekes, amikor az Új Szövetségben előjön ez a gondolat, akkor az Új Szövetségben a metanoia szó az, amely jelen van Pál apostol írásaiban, különösen a metanoia annyit jelent, hogy a gondolkodás megváltoztatása. Tehát az én értékrendem átalakul, az én világnézetem átalakul, az én gondolkodásom gyökeresen megváltozik, és ennek következtében a jellemem is meg fog változni. Tudjuk azt, hogy az ember nem változhat meg olyan könnyen. Talán nem változhat meg. Az vagyok, aki vagyok. De a Szentlélek hatására a változás lehetséges, a metanoia, gondolatok megváltoztatása, először a gondolat szinten, aztán a jellem szinten is történnek változások, mindez a Szentlélek hatására. Isten kereső emberré válunk, ami régebben nem voltam, az vagyok, lehet, hogy régebben agresszív voltam, most nyugodt leszek, lehet, hogy gyűlölködtem régebben, szerető emberré leszek, lehet, hogy különböző bűnös életformákat követtem, most már a szeretetet fogom követni az életemben. Hát erre a változásra a Szentlélek munkája során kerül sor, és éppen ez történt pünkösd alkalmával. Egy hatalmas meglepetés, rengeteg ember együtt volt, hiszen ez volt a
egy a három ünnep közül, amikor együtt volt a zsidóság az egész világból, és egy hatalmas csoda folytán tűznyelvek szálltak le. Ne felejtsük el, hogy a tűz az Istennek a jelképe a Bibliában, hogy a tűz az égő csipkebokor, Mózesnál az is a tűz, és egy hatalmas csoda történt, és az emberek megtérnek, szíven találja őket az ige, megtörténik a sóv, vagyis a metanoia, és ők azt kérdezik, hogy mit cselekedjek, mit cselekedjünk, hogy kövessük az Úr Jézus Krisztus. Hát erről szól a pünkös Istene, pünkösd alkalma, erről szól a pünkösd ünnepe, hogy szíven talált valami, mit cselekedjek, Uram, hogy örök életet nyerjek, téged kövessek. Nagyon szépen köszönjük kedves Lászlónak ezen kimerítő válaszait. A Jóisten szeretete, Jézus kegyelme és a Szentlélek békéje legyen.